Sok szeretettel köszöntöm Boczáim János egyetemi docenst, az ELTE Informatikai Kar Mesterséges Intelligencia Tanszék tanszékvezetőjét. Köszönöm, hogy elfogadod a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást. Néhány hete egy cikkben jelent meg, hogy Amerikában a Mesterséges Intelligencia és az automatizáció miatt 73 millió munkahely jöhet meg 2030-ig, de ugyanakkor 58 millió újfajta munkahely is fog mindig közbe keletkezni, hogy te hogyan látod, mennyire valóság az éjjel kapcsolatos félelmény a társadalomnak? Szerintem úgy, ahogy megszűnnek munkahelyek, ugyanúgy az AI miatt új munkahelyek is fognak születni. Hogyha belegondolunk, mondjuk régen, amikor még a, a könyveket, kódexeket kézzel irogatták, és később meg ugye már nyomtatás volt, meg... Manapság már fénymásolás meg elektronikusan történnek a dolgok, tehát teljesen értelmét vesztettek bizonyos munkák, munkahelyek, viszont ugyanakkor meg újfajta munka, helyek születnek, újfajta feladatokat kell ellátni. Tehát ez a félelem szerintem nem jogos, mert amennyi munkahely megszűnik az éjjel miatt, ugyanannyi új munkahely, új terület keletkezni is fog. És szerinted melyek azok a területek, amik a leginkább veszélyeztetettek, és, és milyen új területek keletkezhetnek, amire mondjuk a legtöbb ember nem is gondol? A legveszélyeztetettebbek a, a könnyen automatizálható területek, amiket könnyű egy mai state of the art mesterséges intelligenciának megoldania. A legnehezebb területek pedig azok, amikben szerepük van az emberi intuíciónak, az emberi gondolatoknak, kreativitásnak, stb. Tehát ezek a a legtovább kitartó munkahelyek. Szerinted az embereknek az életminősége az az milyen irányba fog emiatt változni? Az emberek életminősége mindenképpen jó irányba ö, fog változni. Én ugye közel hét évet töltöttem Japánba, ame, ahol azt láttam, hogy az egy fejlettebb társadalom, mint a miénk, és az emberek nyitottak a technikai fejlődésre, és ö, szerintem ez fog történni a jövőben, hogy ez egy természetes fejlődést hoz magával. Ha így kitekintünk mondjuk Japánra, ahol tényleg rengeteg mindent robotizáltak, ami nálunk elképzelhetetlen, mi voltak ott mondjuk a legmegdöbbentőbb dolgok, amire itthon nem is gondolnánk? Japánban tényleg a legtöbb helyen már elkezdtek robotokat alkalmazni, tehát például szállodában recepciós robot, illetve, amiben én is részt vettem, az, az olyan robotpartnereknek a a létrehozása, amik például idős embereknek ö, tudnak egyfajta kommunikációs partneréül szolgálni, ö, illetve ehhez hasonló ö, funkciók. Hogyan látod, hogy reményeid szerint, mondjuk hosszú távon, mik azok a félelmek, amik az éjjel kapcsolatban, meg a remények éjjel kapcsolatban, amiket te mondjuk vársz, hogy amitől tartasz? A félelmek ö, szerintem azok nem, nem annyira jogosak. A remények meg azok, hogy hát egyre összetette problémákat meg tudunk oldani amelyek akár új felfedezésekhez is vezethetnek, amire például az emberi elme nem képes, viszont az AI-nak az összetettsége az elhozhat esetleg új megoldásokat bizonyos feladatokra. Az ELTE-n most indult az új mesterséges intelligencia tanszék, hogy mi, mit lehet itt tanulni, ha valaki igazából most a hallgató lenni, vagy milyen foglalkozik pontosan a tanszék? A tanszékünk fő profilja a program tervező informatikus mesterképzés hallgatók, azon belül a mesterséges intelligencia specializáció. Egész pontosan ez angol nyelven megy, tehát az artificial intelligence specializáció, ahol oktatunk. Itt a hallgatók megismerkednek különböző mesterséges intelligencia tárgyakkal, megismerkednek a szükséges matematikai alapokkal, megismerkednek klasszikus mesterséges intelligencia módszerekkel, illetve a modern mélyhálós módszerekkel is, neurális hálózatok alapjaival, illetve számos választható tárgy van, amelybe különböző részterületekkel ismerkedhetnek meg, mint például multiágens rendszerek, kollektív és rajintelligencia, számítási intelligencia, természetes nyelvfeldolgozás, illetve robotika, tehát elég széles a spektrum, ezeket mind tudják hallgatni az érdeklődő hallgatók, és ők ugye mesterséges intelligencia szakirányú végzettséget kapnak. Az úgynevezett computer science angol elnevezésen belül. Milyen alapképzése vagy alapképesítése van ahhoz szükség, hogy valaki ebben el tudja mélyülni? ugye ez egy mester szak, tehát a, a megfelelő végzettségű BSC-seket várjuk, akik valamilyen programtervező informatikus, vagy mérnöki informatikus, vagy ez hasonló területről jöttek, vagy ezekkel rokon területekről jöttek. Ezen a specializáción körülbelül a kétharmad a külföldi. Jelenleg milyen kutatási projektek folynak a tanszéken? Sok kutatási projekt van, még a tanszék történetéről hagy mondjam el, hogy hát én egy éve vagyok tanszékvezető. Előtte egy kutatócsoport volt, amit Lőrinc András vezetett, ez a Neural Information Processing Group, és Lőrinc András építette ezt a csapatot, és én, én egy éve vagyok tanszékvezető. Többféle kutatási irány van, Lőrinc Andrásék például emberközpontú ai ja foglalkoznak, illetve mélyhálókkal leginkább, ezeknek az orvosi alkalmazásaival, de ezeken kívül vannak egyéb területek, például ö, a Boshoz kapcsolódó kutatások, aki a, ugye a, a fő szponzora a tanszékünknek, ott van ö, olyan téma, ami, ami, kifejezetten a, a boss számára fontos kutatás, illetve ezeken kívül is ö, van még számos alapkutatási projekt, tehát egyrészt magyar finanszírozású, tehát hazai projektek, illetve van ez a humániája, ami egy, ami egy európai projekt. Ha így kicsit visszatekintünk az éjjelnek a történetébe, akkor ugye többször volt már ugye ilyen, ilyen winter, ilyen tél, Többször volt meg igazából, amikor felfeleivelt, amikor utána igazából kicsit abban maradt, hogy ha egy visszatekintünk, akkor a, hogyan, hogyan látszik az elmúlt, nem tudom, néhány évtizedben ennek a története. Tehát a mesterséges intelligencia az 1950-es évek közepén indult, és akkor nagy reménységgel álltak ehhez a témához. Olyasmiket is mondogattak az akkori kutatók, akik ebbe a, a témába elkezdtek kutatni, hogy egy generáción belül az emberi intelligenciát túlszárnyaljuk, tehát ilyesmiket mondtak az 50-es évek közepén, és hát ez ugye nem valósult meg, illetve még olyan problémák is voltak, hogy az egyik fő fókusz, ez a hidegháború ideje alatt történt, hogy például a, a nyelvek, tehát a fordításra is próbáltak fókuszálni, ugye például ugye a Amerikában ugye a, hogy a szovjetek dolgait, hogy lehet mondjuk gépi fordítást felfejleszteni, és ugye se a gépi fordításba nem sikerült túl nagyot előrelépni, se pedig az nem teljesült, hogy egy generáción belül itt az emberi intelligenciát túlszárnyaljuk, akkor még ilyen sok programok se voltak, annyira jobbak meg ezekbe a játékokba se. Tehát gyakorlatilag nem váltak be azok a remények, amelyekkel neki indultak illetve még egy olyan történet is van, hogy ugye elkezdődtek ilyen ö, ö, biológiai indítatású területek is, például ugye a, a neuron ö, modellezéséhez, modellezése alapján létrehozni idézőbe gondolkodó egységeket, tehát úgy neuronokat, viszont azt látták, hogy ez egy ilyen egyszerű neuronmodell az úgynevezett perceptron, ez még egy olyan egyszerű feladatot sem volt képes megoldani, mint a kizáró vagy nevű logikai kapunak a megoldása. Ezért 1969-ben egy született is erről egy kritikai tanulmány, amely azt eredményezte, hogy ugye megcsappant a kutatási kedv, ez ugye maga után mondja azt, hogy megcsappannak a támogatások, és akkor van egy ilyen leállás, és ez az első leállás, 1974-től 80-ig volt. Ez gyakorlatilag az első ilyen AI Winternek nevezhető leállás. Aztán utána a 80-as években az AI egyik területe az expert szisztemek, tehát a szakértői rendszerek, ezek elkezdtek valamennyire eredményeket hozni, akkor ilyen irányú kutatások indultak meg, illetve a 80-as évek közepén elkezdték ez, ez az úgynevezett konnekcionista megközelítést, tehát ezeket a, a, neuron modelleket is elkezdték összekötögetni, illetve rájöttek arra, hogy hogyan lehet egy ilyen több neuronból álló neurális hálózatot tanítani. 1985-ben született is erről egy publikáció, amely azonban kiderült később, hogy már korábban létezett az a, az, a, az, az algoritmus, amit ott használtak, már a 70-es években ezt lepublikálták egy doktori disszertációba sőt, igazából már még korábban egy finn mesterdiplomába is le volt finnül publikálva, de gyakorlatilag ez volt az újra felfedezése 1985-ben ennek az algoritmusnak, ennek az úgynevezett hiba visszaterjesztéses algoritmusnak, a backpropagation algoritmusnak, amely lendített ezen a konnekcionista megközelítésen, tehát elindult egy ilyen neurális hálózatos irány. Viszont akkoriban az uralkodó az ez az expert systemes irány volt, illetve az akkori uralkodó programozási nyelv az ia az a LISP nevű programozási nyelv és az a helyzet, hogy ez elkezdett kifulladni, és 1987-től 93-ig egy ilyen második leállás, egy ilyen második AI Winter következett be, ugye megint maga után vonta ugye, akkor a finanszírozási leállás, stb. 90-es évek második felébe több terület is beindult. Egyrészt elkezdtek többen ilyen AI Konferenciákra járni, elkezdett ez a neurális háló irány menni. Ezzel párhuzamosan volt még néhány másik terület, például a szakértői rendszereknek az egyik új irányvonal, ami nem szimbolikus szakértői rendszereket hozott létre, hanem úgynevezett szubszimbolikus irányt, ez volt a fázi logika alapú megközelítés, nekem ez volt az egyik fő témám a 2000-es években. Ez ugye olyan jellegű szabályrendszerek és következtető gépek létrehozását tette lehetővé, amik emberközeliek, emberközeli gondolkodáshoz közel állnak, tehát nem ilyen szigorú határvonalú szabályokat használtak, mint a korábbi expert hanem jóval emberközeliek, tehát tudtunk mondani olyan fogalmakat, hogy kicsi, nagy, közepes, stb. Tehát, hogy ha a forgalom erős északi irányból, akkor legyen a lámpa hosszabb ideig zöld. Tehát ebben a szabályban olyan emberközeli mondatok vannak, amik rugalmasságot jelentenek. Ez volt az egyik fő irány, ez egyébként Japánban nagyon népszerű irány volt, ez volt ott egy ilyen fázi robbanás, illetve ezzel párhuzamosan az evolúciós algoritmusok, meg leginkább a neurális hálózatok mentek. De a 2000-es évek elején még, még, még nem is annyira. A legnagyobb robbanása 2010-es évekre tehető a, a mélyhálós irányjal, ami teljesen berobbantotta ezt a, ezt az egészet, és akkor új, újra szárnyalni kezdett az AI. Főleg ez a mélyhálós, a neurális háló irány, de természetesen a többi is megvan, csak nem annyira, nem annyira fókuszba. Most is megvan ugye a maga programozási nyelve a az AI-nak, ami most a Python, tehát azért tudunk párhuzamokat találni a, 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 az AI winter előtti időszakkal, de én most nem félek attól, hogy ez bekövetkezik, mert mostanra kezdtek beérni, beteljesülni azok, a, azok az elvárások, amiket az 50-es években megfogalmaztak, azaz most már teljesen jól működnek a, a nyelvfeldolgozásos feladatok, a fordító programok szinte tökéletesek, chatbot rendszerek, az emberi intelligenciát meghaladó látási és egyéb feladatok különböző logikai játékokban az emberek legyőzése. Ugye ez már a 97-ben elkezdődött a sakkal, amikor legyőzte a, a, a sakk sak világbajnokot. Azóta ugye a sakk programok külön ligába szerepelnek, 2016-ban ugyanez bekövetkezett a, a GO-val kapcsolatban, tehát ezek a problémák mind elkezdtek megoldódni, és azt látjuk, hogy sok területen elkezdjük közelíteni azokat az elvárásokat, amiket együttesen gyakorlatilag Nero ai nak vagy VKI-nak, tehát egy ilyen gyenge AI-nak nevezünk, azaz emberközeli módon meg tudnak oldani bizonyos feladatokat a, a gépek, programok, robotok, stb. A Strong AI-tól, a General Artificial Intelligence-től szerintem még messze vagyunk, de, de talán ezt a NRO AI-t valamilyen értelemben elkezdjük közelíteni. És szerinted 2010 körül, ami berobbantotta ezt az egészet, ahhoz az, az mi kellett? Mert sokan mondják, hogy például a számítási teljesítmény, Igen. Még egyéb akadálya is voltak. Hát az egyik az, hogy ez a mélyhálós mély irány, tehát az, hogy elkezdték a, a korábban már többször ö, leállt neurális irányt olyan szintig elvinni, hogy hogy elkezdtek több rétegű neurális hálózatokat létrehozni. Tehát ennek is voltak elő előjelei, Például olyan eredmények, amik, amik nem tudom mennyire vannak a köztudatban, de 1980-ban Japánban Fukushima professzor publikált egy olyan neurális architektúrát, amit neokognitronnak neveztek. Az teljesen hasonlít a, a modern mély architektúrákra. Ezt csak azért hozom föl, mert volt szerencsém többször is a Fukushima professzorral találkozni, tehát Tokiói ott létem alatt. Tehát ez például egy olyan irány, aminek a gyökerei már a 80-as években lelettek rakva. Tehát az alapelvek megfogalmazottak korábban, de ahogy te is mondtad, a számítási kapacitás is te kellett ehhez, kellettek olyan hardverek, illetve GPU-k, amik erre, erre a fajta mesterséges intelligenciára vannak kihegyezve. Tehát ezek így mindegyüttesen hozzájárultak ahhoz, hogy hogy ez a terület ez, ez most fejlődésnek induljon, illetve tehát egyre több cég ugye, informatikai óriás beszállt ebbe a buliba. Tehát még régebben mondjuk inkább csak kutatók, meg kevesebben foglalkoztak ezzel, most érett meg ez a terület arra, hogy, a, hogy az iparban is elterjedjen. És ha ugye, ugye szóba került a hazai oktatás, akkor a hazai szinten az AI-jal hogyan állunk? Mik, mik, mik lehetnek az erősségei, vagy mit lehetnek mondjuk a kitűnési pontok? Igen. Tehát ugye az AI-ban uh, nyilván uh, ugye Egyesült Államok, Kína, akik erősek, uh, Európa uh, le van maradva, ahol Magyarországon, amivel Magyarországon tudunk uh, foglalkozni, azok egyrészt a magyar specifikus dolgok, tehát itt gondolok az NLP-re, a Natural Language Processing-nek a, a magyar nyelvű változatára, hiszen ebbe uh, tudunk alkotni, illetve én abban látom még, hogy olyan irányokkal foglalkozzunk, és én magam is ezt teszem, amik nem feltétlenül a mainstream irányok, hanem esetleg kijöhetnek belőle néhány év múlva olyan eredmények, amik, amik, akkor majd megtérülhetnek, tehát hogy nem, nem feltétlenül a mainstream irányokkal foglalkozni, mivel nagyon sokan foglalkoznak, hanem, hanem újszerű, esetleg más jellegű megközelítésekkel foglalkozni. Említettél több ilyen, ilyen területet is, az egyik mondjuk az evolúciós algoritmus, a másik meg a spiking neurális hálózatok, hogy ezekről mit érdemes tudni? A biológiai motivációhoz való visszanyúlás, visszafordulást jelentik, hiszen a mostani mesterséges intelligenciában mélyhálós irány persze annak is megvan a, a biológiai motivációja, de az a lényeg, hogy, hogy mindenféleképpen a Szerintem a biológiához, a természethez kell nyúlnunk, hiszen hiszen a természetben ezek a dolgok működnek. Tehát az emberi gondolkodás létezik, emberi intelligencia létezik, léteznek különböző biológiai jelenségek, amiket érdemes kihasználni és erre építeni. Az egyik ilyen a, a, a spiking neurális hálózatok, ami, ami egy más elven működő neurális hálózatot jelent. A spiking neurális hálózatoknál ezek a neuronok, amiket összekötünk, ezek segítségével az információt ezen neuronoknak a tüzelési ideje hordozza. Tehát az, hogy egy ilyen neuron mikor tüzel, ez alapján tudunk, tehát hogyha van két összekapcsolt neuron, hogyha azok egy bemenetre közel egy időbe tüzelnek, vagy melyik mikor tüzel a másikhoz képest, ebből tudunk levonni következtetéseket, és ezeket tudjuk tanítani különböző módszerekkel, például az úgynevezett HEB tanulással, ami már a, a, a pszichológia területén a 40-es évek vége óta megvan, tehát ez, a, ez az elv, ez a fire together, wire together, tehát hogyha a neuronok együtt tüzelnek, akkor a közöttük lévő összekötetést megerősítjük, tehát egy ilyen, ilyen módon történő tanulást, és ennek a kiterjesztett változatát, az úgynevezett STDP, tehát ez a Spike Time Dependent Plasticity, ennél nem is nagyon van még magyar nyelvű kifejezés talán, tehát ilyen, ilyen elven. Ez egy teljesen biológiai motivációjú kutatás, hiszen ez, ez közelebb áll a, a, a tényleges valódi neuronok működéséhez, ez az egyik szerintem. És ezt például, hol érdemes használni, vagy milyen problémára szokták ezt használni? Mi használjuk ezt, tehát mi, mi alapkutatási szinten használjuk, de használtuk vizualizációra, tehát képfelismerésre. Ugye nekünk van egy zongorázó robotunk, amit szoktunk így demóba mutatgatni mindenkinek, és ezt a zongorázó robot ez úgy működik, hogy, a, hogy a, az ember mutatja a szomizációs szimbólumot a kezével, és a, ugye egy kamera felismeri a szolmizációs szimbólumot, és a robot kar leüti a megfelelő billentyűzetet a zongorán. Például ezt is kipróbáltuk spiking neurális hálóval, ezt, ezt le is publikáltuk. Illetve hát egyéb feladatokon, tehát akár egy ilyen klasszikus MNIST, vagy egyéb dataseten is tudjuk tesztelni. Na most ezek még teljesítményben elmaradnak a, a mai mélyhálós klasszikus neurális modellektől, amiket használunk. Viszont ugyanakkor, hogyha figyelembe vesszük például a, a fogyasztást, hogy mondjuk mennyi energiafelhasználás történik mondjuk egy 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 mélyhálós futtatás során, akkor a spiking irány az mindenféleképpen egy ilyen sustainable AI-hoz vezet, ami egy, ami egy gazdaságosabb, fenntarthatóbb AI. Tehát ez a, ez a másik motiváció. Tehát ez egyik a, a biológiai plausibilitás, a másik meg a, a fenntarthatóság. Tehát ez a ez, ezért foglalkozunk ezzel a témával. Másik kedvencem az evolúciós algoritmusok, ami szintén nem egy új téma, persze ugye a neurális hálózatok se az, meg ahogy mondtam, az a hebbi tanulás is már a 40-es évek óta megvan, tehát ahhoz egy ilyen visszakanyarodás talán elindult, illetve az evolúciós algoritmusoknak is a kombinálása akár a mély hálóknak, például a struktúra optimalizálásával, stb. Tehát az evolúciós algoritmusok elsősorban intelligens optimalizátorok, amelyek nagy keresési terekbe tudnak kvázi optimális megoldásokat keresni. És ezeket lehet akár gépi tanulásos feladatokra, akár gépi tanulásos struktúrák optimalizálására alkalmazni. Ilyen irányú kutatásaink is voltak. Ha valaki csak mondjuk tud programozni, és kicsit ilyenre szeretné adni a fejét, akkor mi az az alaptudás, amire mindenképpen szerinted szüksége van? Ugye az a kérdés, hogy ki mivel szeretne pontosan foglalkozni, ez egy összetett szakma, tehát az, hogy valaki mondjuk egy Machine Learning Engineer, vagy valaki mondjuk egy elméleti alapkutatással foglalkozik, ehhez egészen más skillek szükségesek. Tehát nyilván, hogyha valaki mondjuk machine learning engineerként dolgozik, akkor tisztába kell, hogy legyen modellekkel, hogy ezeket hogy tudja felépíteni, hogy tudja tanítani, hogy tudja az inferenciát végrehajtani, tehát hogy tudja ezeket használni, főleg programozási skillek, tehát igazából ilyenekre gondolok, hogy például Python, illetve adatbázisos skillek, tehát például SQL, ilyesmi, tehát aki ezekkel rendelkezik, az egy ilyen mérnöki szerepkörbe jól el tud boldogulni, viszont aki mondjuk egy ilyen kutatási birány szeretne, tehát mondjuk például doktorálni szeretne, annak nem árt, hogyha a programozási skilleken kívül, vagy a mellett, hát erős matematikai számítástudományi algoritmikai háttere van, mert ezek egyre, egyre bonyolódnak ezek a témák, tehát nagyjából ezeket tudnám kiemelni. Néhány évvel ezelőtt azt emlékszem, hogy még korábban tényleg le kellett effektívül Python-ba ma viszont már vannak olyan weboldalak, ahol talán egészen ilyen drag and megoldással szinte össze lehet dobálni, hogy mennyire várható szerinted ennek mondjuk egy ilyen demokratizálódása, hogy bárki valamit be tudjon tanítani? Ez mindenképpen szerintem várható, ugyanis egyre több területen elkezd az AI terjedni, egyre több különböző... Ö, 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 alkalmazásai vannak, tudományosan is, meg, meg a, a mérnöki világban is. Gondoljunk arra, hogy hogy mint amikor megjelen mondjuk a számológép, tehát ez egy olyan természetes fejlődés, mint régen volt mondjuk a logarléc, aztán lett a számológép, utána az informatika kezdett el fejlődni, most az AI lesz az, ami segíthet a, a különböző szakmákban, és valóban egy ilyen demokratizálódásra mindenképpen szükség van, és ez, ez el is indult. Ennek az a célja, hogy, hogy mindenki könnyedén tudja ezeket a módszereket használni, és gyakorlatilag mélyebb AI-os skill nélkül tudja a saját területére, a saját problémájára használni. Én ezt mindenféleképpen egy dicséretes iránynak tartom, és ez, ez lesz a jövő. Tehát tényleg az AI -a annyira kezd terjedni, hogy ez elengedhetetlen pont emiatt az elmúlt néhány éve már majdnem mindenki elkezdte az AI-t, mint egy ilyen buzzword használni, és hogy számodra mi különíti el mondjuk az egyszerű, mondjuk egy algoritmus, vagy egyszerű, mondjuk egy regressziót, mondjuk egy, egy, tényleg egy valid neurális hálótól? Hát ugye a neurális háló is csak egy területe, és azon belül is ugye, tehát gépi tanulásról, meg mély tanulásról tudunk beszélni, ezek ilyen egymásba ágyazottak, tehát van a tágértelembe vett AI, annak egy nagy területe a gépi tanulás, azon belül meg van a deep learning, de nem csak ezek vannak, tehát például a, ott vannak az expert szisztemek, ott vannak egyéb területek, multiágás rendszerek, kollektív intelligencia, stb., tehát tényleg ez egy hatalmas terület. Tehát ezek mindenféleképpen összetettebbek, mint egy klasszikus statisztikai, matematikai eszköz, tehát az az eszköztár, ami rendelkezésünkre áll, az, az jóval nagyobb képességekkel rendelkezik, mint a mint a sima statisztikai megközelítése. És mert, mert én, én láttam találtam Twitteren, amikor valaki írt, hogy hát ezt a problémát simán meg lehetett volna, hogy mik egy SQL lekérdezéssel is, hogy mikor van az, amikor szerintem tényleg egy neurális állónak, akkor amikor a amikor tényleg az, arra te is azt mondod, hogy na igen, ez, ez tényleg egy neurális álló, vagy mesterséges intelligencia megoldás, ez, ez már de ez már tényleg túlépett az, amit egy egyszerű mikrokérdezés. Hát persze, hát uh, amit nem tudunk kezelni ilyen egyszerű módszerek. Tehát amit tudunk egyszerű módszerekkel kezelni, azt azzal kell, viszont ami, ami, ami megragadhatatlan, mert például uh, akkor a tanító, uh, mint a készletünk van, am, a, 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 amit nem is tudunk más módszerrel kezelni, akkor jönnek elő ezek a gépi tanulásos, mély tanulásos uh, megoldások ha beszélünk egy, egy egyszerű neurális hálóról, akkor annak, annak mondjuk egy hogy mik az építőlemei, vagy hogyan, hogyan lehet még egy ilyen neurális hálót felépíteni. Tehát ez, amit korábban mondtam, hogy, hogy ugye azzal indultak a kutatások, hogy a neuron modelleket kezdték el létrehozni. Az egyik ilyen klasszikus modell, az még a, a, a Rosenblattnak a ez a perceptron modellje, amit mondtam korábban. Ez egyszerűen úgy működik, vagy úgy működött régen egy ilyen perceptron, hogy egy kis számítási egységet képzeljünk el, amiben beérkezik valahány bemenet, mindegyik bemenethez társul valamelyik súlyérték, tehát hogy mekkora súlya, milyen arányba vesszük figyelembe ezeket a bemeneteket. Ezt a kettőt gyakorlatilag összeszorozzuk, tehát a bemeneti vektort összeszorozzuk a súlyvektorral, utána ráengedünk egy aktivációs függvényt, ez ugye a klasszikus perceptron esetén egy egyszerű előjel függvény volt, egy egyszerű szignum függvény, illetve vannak a különböző variánsai, tehát egy sima 0, 1 vagy mínusz 1 plusz 1-es sima függvény. Később persze ugye már más ilyen aktivációs függvények is szóba jöttek, de az a lényeg, hogy ugye amikor elkezdődött a konnekcionista megközelítés, tehát hogy elkezdték ezeket a neuronokat összekötni, akkor ő, utána elkezdték ezeket rétegekbe ö, szervezni, különböző típusú aktivációs függvényeket használni, egy ilyen a, a, ennek a sima szignum előjel függvénynek a, a folytonossá tétel az úgynevezett szigmoid függvény, aminek ugye az az előnye, hogy például egy ilyen szigmoid függvénynek könnyű a, a deriváltját ö, kiszámolni. A deriváltra azért van szükség, mert a amit korábban említettem, hiba visszaterjesztés visszaterjesztési algoritmus, amit mondtam, hogy 85-ben publikáltak, de már megvoltak a, igazából korábban is itt ott léteztek. Ezek a hiba deriváltját használják. Hogyan is működik egy ilyen? Egy úgynevezett felügyelt tanulásos szkennária az úgy működik, hogy vannak nekünk tanító mintáink, van egy ilyen neurális hálózat, mondjuk. Egyébként más architektúra is lehet, de most maradjunk a mainstreamnél, ami a neurális hálózat. Ugye itt rétegekbe vannak szervezve ezek a kis feladat megoldó egységek, ezek a neuronok. Össze vannak kötve megfelelő súlyokkal, és ráadunk egy ilyen tanító mintát, megnézzük, hogy mi, mi ennek a kimenete ugye a tanító mintában tudjuk, hogy mi lenne az elvárt kimenet, mi az, amit kimenetként kellene adnia a hálónak, akkor, hogyha már ő megtanulta az információt. Tehát összehasonlítjuk a háló kimenetét az elvárt kimenettel, a kettő, alapján számít, a kettő különbség alapján számítunk valamekkora hibát, és ennek a hibának a deriváltját használjuk fel, egy ilyen visszaterjesztéssel, tehát az utolsó rétektől hátulról előre felé elindulva, a súlymódosításra. Miért így csináljuk? Mert a, ez egyszerűen matematikailag belátható, hogy a gradiens mentén tudunk így elindulni, ami egy valamilyen optimum felé vezet. És tehát felhasználjuk ezt a hibát, felhasználjuk a hibának a deriváltját, és ezáltal módosítjuk a neuronok közötti összeköttetéseket, ezeket a súlyértékeket. Nyilván fontos az, hogy milyen aktivációs, függvényeket aktivációs használunk a neuronba, tehát mivel a deriválnak kulcsfontosságú szerepe volt, ezért kezdték el régen a, a szigmoid függvényt használni, ami, ami egyrészt közel áll ehhez a régi szignum függvényhez, másrészt könnyen deriválható. Persze azóta sok más aktivációs függvényt használnak, de az alapelv az ez, hogy a, hogy a, a, a derivált információ az, az fontos, és mindig valami hiba van. Tehát a felügyelt tanulás vagy supervised learningnek az a lényege, hogy nekünk az adatszettjeinkben vannak elvárt kimeneteink az egyes tanítómintákhoz, és úgy próbáljuk a modellt felépíteni, hogy a lehetőleg az összes tanítómintára az elvárt kimenethez közelítsen a neurális hálózat kimenete, és ne csak a tanító mintákra, hanem az úgynevezett általánosító képessége is jó legyen, ami azt jelenti, hogy, hogy, olyan mintára, amit még nem látott a hálózat, és itt jön be az igazi lényeg ennek, hogy, hogy miért jók ezek a modellek. Tehát, hogy, hogy egy olyan nem látott mintára is jó eredményt adjon, amire nincsen, meg a kimeneti, kívánt kimeneti információ egy ilyen neurális hogy hogyha deriválunk, akkor ugye egy ilyen minimumot próbálunk ugye megtalálni folyamatosan, és ez mennyire tud probléma lenni, hogy mondjuk ez egy lokális minimum, vagy megtaláltuk tényleg az egészre a globális minimumot, és mennyire lehet akár mondjuk túltanítani egy hálózatot. Én ezért szeretem például az ünnep evolúciós algoritmusok témáját, mert az evolúciós algoritmusok azok globális keresők, gradiens módszerek azok lokális keresők. De lokális keresők ugye hajlamosak arra, hogy lokális minimumba ragadnak, de ennek elkerülésére számos technika van a neurális hálózatoknál. Viszont én régebben például foglalkoztam olyannal is, hogy hogy lehet például kombinálni egy ilyen lokális keresést, felturbozni mondjuk egy evolúciós algoritmussal, ami ki tudja billenteni a lokális ö, optimumból a, a tanulási folyamatot, de számos más technika van, ö, például a dropout, ami szintén ö, felfogható, nem túl távolinak mondjuk egy evolúciós algoritmusos gondolatmenettől. Tehát erre ö, számos más, meg, ö, más technika van a lokális minimumba való ragadás elkerülésének. Engem egyébként pont a globál optimizerek érdekelnek, nem csak neurális hálók tanítására, hanem úgy általában optimalizálóként. Ezért foglalkozom egy, egy olyan területtel is, ami az evolúciós és a gradiens módszereknek egy kombinált terület, ez úgynevezett memetikus algoritmusok, ami, aminek ugye az, az előnye, hogy egyrészt globális, mert van egy evolúciós komponense, másrészt az evolúció fel van turbozva egy lokális kereséssel, mert önmagával az evolúciós algoritmusnak az lehet egy hátránya, hogy lassú, egy lassú evolúciós folyamat. A lokális keresésnek a hátránya, hogy beragad, de ha kombináljuk a kettőt, akkor egy evolúciót fel tudunk turbozni egy lokális kereséssel, és ilyen úgynevezett memetikus algoritmust alkalmaztunk egyébként kombinatórikai optimalizációs feladatokra is, például az utazóügynök problémának és annak különböző variánsainak a megoldására. Ez arról szól, hogy vannak városok, a városok között vannak költségek, például utazási vagy úti költségek, és hogyan tudjuk bejárni úgy a városokat, hogy minden várost pontosan egyszer bejárunk, és ezt a lehető legkisebb összköltséggel tesszük meg. Na most ez egy, ez egy algoritmikai értelemben nehéz feladat, tehát ennek már akkor, tehát akkor is szerencsénk van, hogyha egy közelítő megoldását megtaláljuk. Mi ezeket próbáltuk ilyen memetikus algoritmusokkal megközelíteni, és egész jó, jó eredményeket értünk el. Tehát én szerintem az is egy irány, hogy kombináljunk evolúciós algoritmusokat lokális keresésekkel. Ami szerintem egy fontos aspektusa a modern, korszerű mesterséges intelligencia módszereknek, az az, hogy képesek kompromisszumot találni a megoldás jósága, a megoldás pontossága és a, és a, számítási kapacitás között. Tehát, hogyha például van egy neurális hálózatom, van egy evolúciós algoritmusom, vagy van egy ö, szabályalapú rendszerem, vagy bármilyen ehhez hasonló mesterséges intelligencia megközelítésem, akkor a korszerű módszerek, ezek az úgynevezett szubszimbolikus módszerek, ö, amilyenek a neurális hálózatok is, ezek képesek kompromisszumot hozni el között a két nagyon fontos dolog között. Ez az, ami igazán az emberi gondolkodásmódhoz közel áll. Ha például ugye egy ember autót vezet, és el akar jutni A-ból a B-be, autóvezetés közben rengeteg dologra kell az ember agyának figyelnie, ugye figyelnem kell arra, hogy hogy milyen sebességgel megyek, mi a pozícióm, a többi autósnak a sebessége, pozíciója, útviszonyok, időjárási körülmények, gyalogosok, stb. Gyakorlatilag egy, 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 egy nagyon sok változós tér az, amire figyelni kell az autóvezetésnél, és az ember többé-kevésbé mégis képes ezt a feladatot megoldani, mert el tud jutni A-ból B-be, kvázi optimális módon is. Itt a kvázi optimális a lényeges, ugyanis amikor például bekanyarodunk egy, egy, egy kanyarodás során, akkor nem arra figyelünk, hogy ha mondjuk 5 fokkal jobban forgattam volna a kormányt, akkor három csepp benzinnek kevesebbet fogyasztottam volna, hanem csak úgy körülbelül, tehát olyan jellegű leegyszerűsítéseket tudunk csinálni a, a következtetési folyamatunk során, a gondolkodási folyamatunk során, ami kvázi optimálisan, tehát nem precíz, tökéletes optimummal oldja meg a feladatot, de kezelhetővé teszi. És az összes ilyen módszer, neurális hálózatok, mélyhálók, a memetikus algoritmusok, illetve ezeknek az összessége képes ö, ilyen kompromisszumokat létrehozni, és ezáltal szerintem közelíteni tudunk az emberi intelligenciához. Én ezt az aspektusát szoktam kiemelni, általában nem ezt hangsúlyozzák. Szerintem ez a, ez a kompromisszum, a, a, a megoldás jósága és a modell ö, ö, felépítése, modell nagysága között, ez az, ami miatt ezek talán sikeresek. Beszéltél erről a memetikus algoritmusról, hogy egy ilyen például nagyszerűen, hogyan épül fel mondjuk egy neurális hálóz képest? Hát ezeket tudjuk alkalmazni például a neurális háló struktúrájának, vagy egyébnek az optimalizálása, tehát ez maga egy optimizer, egy, például egy gépi tanulásos eszköz. Ugye maga a felügyelt tanulás, mint folyamat, az gyakorlatilag egy optimalizáció. Hiszen van egy hiba, ami ugye egy kívánt kimenet és elvárt kimenet között persze a sok ezer vagy sok millió tanító mintára értelmezve van, és ezen hajtunk végre egy optimalizációt. Tehát az inkább egy eszköz, a neurális háló meg inkább egy gépítanási architektúra. Tehát ezt így, így megkülönböztetném, ezt a kettőt, de de mind a kettőnek az a lényeg, hogy ezt a kompromisszumot megteremtse. Hogyan? Tehát a neurális hálónál az, hogy a, a modell, a neurális háló modellje az még kezelhető, ugyanakkor létrehoz egy kvázi optimális megoldást. A memetikus algoritmusnál is amennyi idő alatt lefut mondjuk egy, brut, mondjuk egy kimerítő kereséshez képest, tehát nyilván nem nézi meg az összes lehetőséget, de cserébe kezelhető, mert gyorsabban lefut. Hogyha például visszatérünk erre az nők problémára, az problémára problémánál, hogyha van mondjuk száz város, akkor ahhoz, hogy kimerítő kereséssel az összes lehetőséget végignézzük, az egy száz faktoriális méretű keresési térbe való keresést jelent. Na most itt, hogyha még egy nagyon-nagyon erős számítógépünk is lenne, akkor is ez évmilliárdok alatt se tudná végrehajtani, Kimerítő kereséssel ezt az optimális megoldásnak a megtalálását. Míg mondjuk egy ilyen memetikus algoritmus, az ugye gyorsabban lefut, tehát az, az hamar lefut, Viszont cserébe nem, nem garantálja nekünk az optimumot, hanem úgy van, mint az előbb az autóvezetés, amit mondtam, hogy körülbelül optimálisan kijön, tehát mondjuk amikor A-ból B-be akarok menni, körülbelül optimális úton, körülbelül optimális időbe, körülbelül optimális benzinfogyasztással teszem. És a való életbeli problémák nagy része ilyen. Amikor nem exakt optimumot keresünk, nem exakt tökéletes megoldást, ugyanígy, ahogy a, a neurális hálók az arcfelismerési, meg egyéb feladatokba nem tudnak száz százalékot produkálni, ugye itt vannak ezek a tesztadatszetek, amiket említettél az emni stb. többi, viszont vannak ezeknek komplexebb változatai, ahol például jobb eredményt el tudnak érni, mint az ember. Itt van például a fashion emniszt, ami egy emnisznek egy ilyen változata, ott akár le is tudják hagyni. Tehát azt látjuk, hogy egyre inkább azáltal, hogy ezt a kompromisszumot el tudják érni ezek a modellek, Egyre inkább tudják közelíteni a, az emberi intelligencia teljesítményét. Igen, és egy ö, elme, nagyjából el, elmagyaráztad, hogy ugye neurális állatot hogyan építünk fel, és egy ilyen evolúciós algoritmust hogyan, hogyan építünk Igen. fel. Egy ilyen evolúciós algoritmus az úgy néz ki, hogy ö, van egy probléma, mondjuk egy optimalizációs problémát meg akarok oldani, és ezt az optimalizációs problémát valahogy bekódolom <coughs> egy úgynevezett egyedbe. Itt arra gondoljunk, hogy Hogyha van ez a, például az utazói probléma, akkor egy lehetséges bekódolás, tehát egy lehetséges véletlenszerű megoldás az egyszerűen a száz városnak egy permutációja. Egy-egyedet tudtunk elképzelni, mint egy száz hosszú string, mondjuk ami száz darab számból áll, mindegyik szám egy városnak az azonosítója. És létrehozunk kezdetben egy kezdeti populációt nagyon sok ilyen egyeddel, mondjuk száz egyeddel, mindegyik egyed az egy számsorozatot jelent, ami a bejárási sorrendje a városoknak. És utána elindul egy fejlődési folyamat ezen egyedek között. Ugye minden egyedet ki is tudunk értékelni, ugyanúgy, hogy egy neurális hálót is ki tudunk értékelni, hogy mennyire jó. Tehát ki, ki értékeljük az egyedet, hozzá tudunk rendelni egy úgynevezett fitness értéket, egy jóság értéket, hogy ő mennyire jól oldja meg az adott feladatot. És akkor nyilván ki tudjuk szelektálni egy, egy természetes szelekcióhoz hasonló módon a jobb egyedeket, a, a rosszabbakat meg, meg ö, ö, nem szelektáljuk ki, azok elpusztulnak, és a kiszelektált jó egyedeket különböző módszerekkel össze tudjuk kombinálni, például keresztezzük őket, kicsit megváltoztatjuk, mutáljuk őket, megcserélünk számokat benne, stb. Tehát mutációt csinálunk, és így generációra, generációra ez a száz egyed mondjuk, ez fejlődik, és egyre jobb megoldáshoz létre az adott problémára. És ugye, ahogy mondtam, ezt simán lehet használni gépi tanulásra is, tehát például, hogyha van egy <coughs> neurális háló, vagy bármilyen más, vagy egy paraméteroptimalizációs feladatunk, vagy bármi, amihez be kell hangolni valami paramétereket, ugyanígy, akkor ott a paraméterek értékei jelentik az egyednek a struktúráját, és sok ilyen egyed van, és nyilván ez az evolúciós folyamat kihozza a jókat. És hogy jön be ez a memetika, amit néztünk, ugye, hogy az evolúciót felturbozzuk lokális kereséssel. Tehát például a, az utazóügynök problémánál egy lokális keresés az valami gráfelméleti algoritmus lehet, vagy mondjuk egy gépi tanulásos paraméter optimalizációs esetben pedig egy gradiens alapú lokális keresés, ugyanolyan, amit láttunk mondjuk a backpropagation algoritmusnál, illetve hát annak még különféle változatai vannak, most vannak olyan érdekes irányok, amiket néztünk egyébként spiking neurális hálókra, de nézhetnénk klasszikusra is, hogy például hogyan lehet törtrendű deriváltakat felhasználni. Ez egyik legújabb publikációnk az arról szól, hogy, hogy egy speciális spiking neurális háló modellt, amit említettem, hogy lehet egy olyan jellegű gradiens algoritmussal tanítani, ahol a gradiens az nem ilyen, hogy első rendű derivált, vagy második, hanem egy tört rendű, tehát egy nulla és egy egy közötti derivált, aminek most a matematikájába nem biztos, hogy bele tudunk egy ilyen beszélgetésen menni, de akit érdekel, annak szívesen elküldöm a cikket, illetve ez egy open access cikk, tehát ez ez most megjelent, és ez, ez csak egy ilyen, egy ilyen ötlet, tehát, hogy amikor kérdezted, hogy milyen irányok vannak, hát például alapkutatási irányok, amik esetleg vagy beválnak, vagy nem, de akár ki is nőhet belőlük egy jobb eredmény. Tehát szerintem ilyen, ilyesmi témákból lehet keresni valunk a, a nem mainstream irányokba, és ez tehát mi ilyen, ilyen, ilyen témákkal foglalkozunk, de természetesen foglalkozunk a Tanszéken mainstream irányokkal is, mélyhálókkal is, főleg az NIPG kutatócsoport, de nekem is van egy-két ilyen cikkem, tehát természetesen ez is egy, egy meglévő irány. A legtöbb dolog most erre van kihegyezve. Ugye beszéltünk a neurális hálókról, és ott is, ami ugye 2010 körülbelül a igazán nagy lökést adott az az, hogy ez a Deep Neural Network-ot kezdtek el ugye csinálni, hogy mik ezek a mély neurális hálók, miért, miért, lett, miért lett hogy jobb az eredmény, és miért nehezebb ezekkel dolgozni? Tehát ahogy mondtam, hogy hogy az egésznek az a lényege, hogy a, ugye a konnekcionista megközelítésben elkezdték ezeket a perceptronokat összekötögetni, elkezdték rétegekbe szervezni, aztán utána elkezdték nagyon sok rétegbe szervezni. Tehát ez így, így alakult ki. Maga az elnevezés a deep learningre már a 80-as évek közepetáján megszületett egyébként, de ahogy mondtam, tehát Fukushima professzor meg már 1980-ban publikálta a neokognitront, ami egy teljesen hasonló, tehát ennek az alapjai megvoltak. Egyszerűen ö, ö, el kellett jönni az időnek ahhoz, hogy berobbanjon, tehát hardware is lett, hogy ekkora hálókat kezelni tudjunk, és ennek most jött el az ideje és az ilyen mély neurális hálókkal még mindig ugyanaz, mondjuk a backpropagation, vagy a tanítás, vagy ott azért már előjönnek olyan problémák, miatt nehéz őket kezelni? Hát voltak ugye ennek a témának is a kezdeti részén a például az eltűnő gradiens, tehát a vanishing gradiens probléma, ami ugye nyilván egy, egy logikus dolog, hiszen hogyha van egy sok rétegem, és elkezdem így hátról előre visszacsatolgatni, akkor, akkor ez eltűnhet. Tehát erre is számos megközelítés született ennek a, a, kiküszöbölésére, illetve számos más jellegű olyan ö, ö, algoritmus. Tehát ez a backpropagation, ez, ez egy, ez egy 85-ös algoritmus, de az alapja ugye meg a korábban. Tehát ezeknek számos ö, továbbfejlesztése ö, született, ami, amik igazából a, 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 mostani state of the art jelentik. Tehát ezeket kiküszöbölték, ezeket a problémákat, igen. Ha ugye beszéltünk a supervised learningről, ugye van az unsupervised, meg a reinforcement learning, hogy ezeket hogyan lehet egymástól elkülöníteni. Igen, igen. Tehát az egyik kategorizálás az az volt az ai hogy van ez az AI, ez a hatalmas kalap, amiben sok minden beletartozik. Ennek egy nagy szelete a gépi tanulás. Persze ugye sok minden van, ami nem gépi tanulás, például expert systemek, meg ilyesmik, amiket mondtam. A gépi tanuláson belül van a mély tanulás, tehát ez az egyik fajta ilyen csoportosítási szempont. Viszont a gépi tanuláson belül egy, egy más dimenzió mentén, ha csoportosítunk, akkor tudunk ö, ö, ilyen kategóriákat is mondani, hogy a felügyelt tanulást, ez a supervised tanulás, vagy vagy ellenőrzött tanulás, illetve a unsupervised, tehát a felügyelet nélküli, vagy nem ellenőrzött tanulás, illetve a megerősítéses. Na most a, a felügyelt tanulásnál, az van, amit ugye korábban meséltem, hogy ott van mondjuk a nagyon sok tanító minta, és tudjuk azt, hogy a tanító mi a, az elvárt kimenet. Tehát valaki megmondja nekem, hogy egy adott bemeneti vektorhoz mi az a címkeinformáció, információ, mi az a, az, az információ, amit elvárok kimenetként. Az unsupervised learning az kicsit más, ott nincsen egy ilyen címké információ. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, amikor egy kisbaba elkezdi feltérképezni a világot maga körül, és lát különböző objektumokat, mindenfélét lát, és igazából nem tudja, hogy mi micsoda, csak tudja, hogy mi az, ami hasonlít egymáshoz, és mi az, ami különböző. Tehát lát egymásra hasonlító dolgokat, egymásra kevésbé hasonlító dolgokat, és ez valahogy az agyába elkezd elkülönülni. Később, amikor meg a, a szülei elmagyarázzák, hogy mi micsoda nevet adnak az egyes dolgoknak, hogy ez kutya, az macska, az stb., akkor ott már megjelenik egy felügyelt információ. Tehát az elején az unsupervised esetben, és nyilván ez a nehezebb, nincsen felügyelő, nincsen tanító, aki ugye megmondja, hogy mi van. Tehát az unsupervisednál nál egyszerűen az adatok közötti összefüggőség, hasonlóság kinyerése, illetve különbözőség kinyerése ez az, ami, ami szóba jöhet viszont a felügyeltnél ott van a címke információ. És ezzel szemben a, a, ez a harmadik, hogy ezt a három klasszikus szokták mondani, persze ezeken kívül is van még más, az a reinforcement learning, a megerősítéses tanulás, ami egy, egy, egy klasszikusabb területe az AI-nak, de ez is a reneszánszát éli most a, a deep érában. A megerősítéses tanulásnál ezt úgy kell elképzelni, mint egyfajta jutalmazás vagy büntetés attól függően, hogy egy, egy, folyamat végén milyen eredményt ért el a, a, mesterséges intelligencia, vagy a tanuló gép, és ilyen jutalmazásokkal, büntetésekkel tudunk felépíteni egy, egy ilyen folyamatot, egy ilyen tanulást. Tehát gyakorlatilag ez ennyibe különbözik a másik kettőtől. Vannak olyan neurális hálók, amik talán ugye most elkezdek ugye felkapottabbak lenni, ugye ez van a CNN, az LST, meg a GAN, hogy ezeket akár csak pár, pár nem tudom, gondolva be tudnánk -e mutatni, hogy melyik nagyjából mire, mire, jó és hogyan működik. Azok az architektúrák, amelyek korábban voltak, tehát a, a neurális hálózatok kialakulása elején, azok olyanok voltak, amiket ö, magyaráztam az előbb, hogy ott vannak ezek a kis számítást végző egységek, amiket neuronnak nevezünk, ezeket összekapcsoljuk, rétegekbe kapcsoljuk. Ugye ezt régebben úgy csinálták, hogy ezeket ö, a réteg, tehát ö, van egy réteg, meg egy másik réteg, és a rétegek között teljesen össze vannak kapcsolva, össze vannak kötve ezek a neuronok. Tehát ezek úgynevezett fully connected, teljesen kapcsolt, teljesen összekötött ö, ö, neurális hálózatok. Viszont vannak más felépítésű hálózatok, egyébként régen is voltak olyanok, amik ma nincsenek a köztudatban, ennek például a radiálbázis függvény alapú hálózatok, stb. Ezekről is lehetne sokat mesélni. Viszont az egyik új irány, ami nem egy ilyen teljes kapcsolódás mentén működik, hanem, hanem sokkal inkább egy úgynevezett konvolúciós matematikai műveletet felhasználva. Ez a konvolúciós neurális hálózat. Ugye a konvolúció az egy ilyen, egy ilyen, mint egy ilyen ablak, amit így itt tologatunk, úgy kell elképzelni. És az azért jó, mert rétegről rétegre egyre összetettebb információ felderítésére képesek. És egyébként ez az, ami már szintén a neokognitronban, 80-as években megvolt. Tehát például a legalacsonyabb szinten egy objektum felismerésnél csak olyan dolgokat nézünk, hogy vízszintes vonal, függőleges vonal, vagy mondjuk egy ilyen átlós vonal egyen nagyobb szinten, egy réteggel előrébb már ezekből létrejött összetettebb alakzat, mondjuk egy négyzet, egy háromszög, egy kör, vagy egy még összetettebb alakzat. Utána még egy szinte följebb, még összetettebb, amik már ezekre az alatta lévő komponensekre, objektumkomponensekre épülnek, és így, hogy rétegről rétegre haladunk, egy egészen összetett objektumot fel tudunk építeni. Tehát egyrészt ez a lényege, ugye a mély hálóarchitektúrának, másrészt a konvolúciónak, hogy erre képes, hogy ilyen, ilyen darabokból, ilyen apró darabokból összerakunk összetett információt. Tehát ez a lényeg, ez az egyik irány, amit kérdeztél a, a CNN-en. A másik irány az az, hogy hogyan tudunk, hogyan tudjuk az időbeliséget vizsgálni, tehát például idősoradataink, ha vannak, ugye idősoradatok is számos helyen előfordulnak, például tőzsdétől kezdve mindenhol. Ugye az idősoradatok kicsit mások, mint amiről eddig beszéltünk. Eddig arról beszéltem, hogy oda van hány van nekünk mondjuk egy millió tanító, mint ahogy abból mit hozunk ki. Viszont az idősoradatoknál ott ugye az egymás utániságnak is szerepe van. Ezeket úgynevezett rekurrens neurális hálókkal, tehát visszacsatolt neurális hálókkal tudjuk kezelni, amiknek az a lényege, hogy a kimenetet visszacsatoljuk a bemenetre, tehát magyarul a neurális háló bemeneteként az előző lépés kimeneteként, kimenetét is felhasználjuk, hogy egyszerűen mondjam. Erre volt a klasszikus rekurrens neurális hálózatok, amiket klasszikusan például backpropagation through time, tehát a backpropagationnek egy ilyen időbeli változatával tanítottak, ez nem egy új dolog, ezt meg a 90-es években még mi magunk is levezettük, a, hogy hogy néz ki egy ilyen Propagation true time algoritmus, Viszont ennek is léteztek aztán egyre összetettebb változatai, az egyik ez az LSTM hálózat. Egyébként ez sem új, az LSTM-et is a 90-es évek közepén publikálták, tehát most sok minden úgy fel van kapva, ami, ami, aminek az alapja, hogy ha visszakeressük, akkor akár a 40-es évekig visszatunk menni, hogy mondtam. Tehát az LSTM az ezt a visszacsatolt struktúrát teszi még szofisztikáltabbá. Úgy működik nagyjából, hogy ugye a, a bemenet jön, és amikor számolunk egy kimenetet, van egy úgynevezett belső állapota is mondjuk a neuronnak, egy ilyen cella, állapot, akkor keletkezik egy kimenet, ezt a kimenetet visszacsatoljuk. Neuronnak a kimenete az a cella állapottól is függ. Tehát, hogyha jön egy ugyanolyan bemenet, de más a belső állapot a neuronnak, akkor más lehet a kimenete. Ennyi a lényeg. Tehát a, jön egy bemenet, van a cella állapot és a kimenet, és a cella állapotot is mindig frissítjük, és akkor erre vannak ugye különböző összefüggések, hogy hogyan néz ki egy belső lelki világa egy ilyen LSTM-nek. Hát számos ilyen szigmoid meg tangens hiperbolikus függvényen le vannak írva ennek az alapegyenletei, amiket szintén el tudok küldeni annak, akit ez mélyebben érdekel. Tehát ez a lényege az LSTM-nek tényleg csak egy gyors kérdés, hogy ugye én ugye mindig csak mondjuk találkozok az, hogy LSTM, vagy az, hogy RNN, vagy most van talán Gru nevű, ami talán még, még igen, újabb, még mondanám, az mondanak, igen, hogy, igen, az újabb, mint az hogy, hogy ezek igazából ilyenkor általában mondjuk ilyen matematikusok leülnek, és meg vagy ez hogyan, hogyan lesz még Na, egy LSTM? Ez mű, az, az, amit, amit kérdezti az elején, hogy mik ezek a különböző elfoglaltságok, amik léteznek, tehát van mondjuk, ahogy mondtam, egy machine learning engineer, aki ezeket alkalmazza, meg felhasználja, akár anélkül, hogy az igazán mély matematikájával tisztában lenne, ugyanakkor vannak azok a kutatók, doktoranduszok, akik olyan beállítottságúak, hogy ezzel szeretnek foglalkozni. Hát ugye, ahogy elmondtam, én is nyilván ehhez kötődöm, mint tanszékvezető, tehát például a törtrendű deriváltak, stb. téma, és akkor úgy működik, hogy valami apró pici ötlettel egy jobbat érünk el, mint ami, mint amit korábban kaptunk, tehát, tehát a kutatóknak ez, ez a feladatuk, hogy, hogy jobbá tegyük, és akkor így ezek, ezek egyre, egyre jobbá válnak, így, és akkor így, így alakul. Tehát akkor van egy apró pici ötlet, akkor utána van egy matematikai levezetés, és hogyha az... Matematikai levezetés sokszor nincs ezen a területen, tehát hogyha visszakanyarodunk ahhoz a gondolathoz, amit mondtam általában így az AI-ról, amit mondtam a, a kvázi optimumról, emlékszel? Tehát a, akár a neurális hálók, evolúció, memetika, meg az összes többi ilyen, sajnos nem mindig vannak exakt matematikai eredmények. Van erre törekvés, sokszor a matematikában olyan eredmények vannak, amik például azt mondják ki, hogy mondjuk egy, tehát hogy, hogy mondjuk hogyan képes tetszőlegesen közelíteni egy neurális hálózat, mondjuk egy függvényt. Tehát vannak ilyen úgynevezett függvény approximációs tételek, amik kimondják, hogy mondjuk egy például egy két rétegű ilyen neurális hálózattal, egy akármilyen függvényt, ez persze nem igaz, hogy akármilyen, tehát bizonyos matematikai feltételeknek eleget tevő függvényt tetszőlegesen tudunk közelíteni. De arról nem szólnak ezek a tételek, tehát ezek ilyen matematikusi tételek, de arról nem szólnak, hogy a gyakorlatban ezeket hogy tudjuk felhasználni, milyen neuronszám kell, stb. Nem tudom, érted, tehát vannak ezek az egzisztenciális e e tételek matematikában, amik ezeket kimondják, és sokan foglalkoznak ezzel is, például Vera Kurkova, aki egy CSEH, Mm. kutatóhölgyét, meg régebben, ugyan húsz éve voltam vele kapcsolatban, így kutatása, aki ezzel foglalkozott, neki vannak ilyen, ilyen eredményei. De sok más ehhez kapcsolódó eredmény van, csak ezek nem mindig vannak összhangban ugye a gyakorlati elvárásokkal, illetve sok olyan dolog van, ami, amik így működnek, de igazából a matematika még nem tudja megmondani, hogy miért. Ez sok, sok mélyhálós kutatása, sok evolúciós, meg egyéb kutatásra így van. Tehát akkor, akkor a mesterséges intelligenciáknak a, a fejlesztése a kutatása az nem, nem mindig annyira szigorú matematika alapú. Így van. Sőt, ezek a, ezek a szubszimbolikus rendszerek, amilyen például egy neurális háló, vagy egy ilyen úgynevezett fázi amit mondtam, vagy egy evolúciós algoritmus, stb., ezek mind a körülbelüliségre építenek, a közelítésekre, kvázi optimumra, hogy mondtam. Például a klasszikus matematikával foglalkozó emberek nem is nagyon szeretik ezt a közelítő technikát, tehát sok ilyen vita is van erről, hogy tehát igazából van két álláspont, hogyha ennyire belemegyünk a részletekbe. Van az úgynevezett hard computing álláspont, ami egy ilyen klasszikus matematikai álláspont. Erre épültek mondjuk a régi mesterséges intelligencia módszerek, a klasszikus szakértő rendszerek, a hard computingra, az exakt matematikára. Vannak a, a modernebb dolgok, a soft computing, ilyen a neurális hálózat, ilyen ez a fázi szabályrendszer, amit mondtam, ilyen az evolúciós algoritmus, ezek mind nem exakt, hard matematikai dolgokra vonatkoznak, hanem soft feltételek. Mint amit mondtam példát a kanyarodásnál, hogy most három cseppel kevesebb benzint fogyasztok, az ugye emberileg teljesen elhanyagolható. Tehát az a lényeg, hogy a klasszikus éles matematika, hát most lehet, hogy furcsán fogok használni, az nem a a világnak, meg az intelligenciának a leírása. Az intelligenciának, meg a világnak a leírása, az meg nem a klasszikus matematika. Tehát ez a kettő valahogy így üti egymást, hogy, hogy minél emberibb dolgokat akarok leírni, meg minél mérnökibb, meg, meg gyakorlati dolgokat, annál inkább az exa-matematika az érvényét veszti. Bár ezen biztos sokan meg fognak haragudni, de van egy ilyen szembenállás, tehát van egy ilyen hard-soft szembenállás is. Csak azért, mert van néhány olyan modell, vagy olyan algoritmus, aminek van egy brutálisan komplex a matematikai leírása, viszont egyszerűen működik. És, igen, és igen. például Szerintem láttam egy videóban is, hogy van mondjuk a Sigmoid, és van az újabb, a RELU, Igen, és igazából Relu. miért működik jobban, és azóta ezt csak meg és Így van, ez ugyanígy van nagyon sok ilyennél, nálunk ugye mi különböző evolúciós algoritmusokat próbálunk ki, mert abból is van vagy nagyon sok fajta, és nekünk az, vagy az egyik az mondjuk az esetek nagy részében jobban működik, de nem tudjuk bebizonyítani, nem tudjuk megindokolni. A ö, kutatások nagy része szimulációkkal ö, történik, kísérletekkel és azokkal támasztjuk alá, hogy hogy működik, hogy egy algoritmus mondjuk egy adott tanító milyen eredményt hoz ki, egy evolúciós algoritmus egy adott benchmark problémá, milyen optimumot eredményez, ezekre mind vannak ilyen, ilyen teszt esetek, ilyen egyébként az MNIST is, meg azoknak jóval újabb, meg komplexebb változatai, és akkor kijönnek valami eredmények, de a publikációk egy részében ugye nem tudunk exakt matematikát mondani, hanem egyszerűen csak empirikusan ami kijött, az, az működik. És ugye ez most egy kérdés, nyilván fontosak az exakt matematikai kutatások is, de az, hogy ezek működőképes rendszerek, azok nagyon fontosak, mert így tudjuk őket problémákra alkalmazni. De egyébként lenne igény matematikai alaposságra, például a mélyhálók témájában is, ugyanis könnyen becsaphatók sok esetben a mély neurális hálók, főleg az ilyen képfeldolgozási feladatokból, hogyha kicsit. Zajjal terhelt képet teljesen képes félreismerni. Tehát ez egy közismert feladat. Tehát lenne igény azoknak a kiderítésére, hogy ezek miért vannak így. Ezért nagyon komoly matematikai kutatások is vannak. Tehát vannak, akik egészen ilyen ilyen matematikai irányokkal foglalkoznak, vannak, akik algoritmus fejlesztésével, meg olyasmikkel, mint mi, meg vannak az egészen alkalmazottak. Tehát a spektrum a széles attól függő, hogy ki mivel szeret foglalkozni. Tehát az egészen elméletitől, a kicsit gyakorlatibb, az algoritmikustól egészen a mérnöki kutatásokig. Tehát én például Japánban leginkább ugye ilyen kognitív robotikai kutatásokkal foglalkoztam, ott az volt a cél, hogy egy ilyen robotpartner, amit fejlesztettünk, az hogy tud mondjuk idősekkel együtt élni, időseknek információt szolgáltatni, hogyan tud gesztusokat felismerni, meg mindenféle mindenfélehez hasonlód, úgy, hogy mondjuk egy iPhone alkotta az egésznek az agyát, és akkor az iPhone kamerájával, tehát ott nem tudtunk igazán olyan mély modelleket még, az volt a, a, a trükk, hogy hogyan tudunk ötleteket bevinni kisebb gépi távolási, meg mesterséges intelligencia modellekbe, hogy ez jó működjön. De egészen például érzelmi modelleket is be tudtunk egy ilyen robotba táplálni, például pont a korábban említett spiking neurális hálók alapján amik ugye, mivel eléggé biológia indítatásúak, eléggé emberközelinek tűnt a, az az érzelmi viselkedése a robotnak, ez is egy lehetséges irány egyébként. úgyhogy ezek mind nagyon, nagyon érdekesek. A hálóknál még, amit említettem az utolsó után, az a GAN. Hogy Igen, az... a GAN, illetve még talán a lehető az autoencoder, ami, amivel, ami számomra érdekesebb, de a, előbb a GAN. Tehát a GAN az egy ilyen rabló pandor dolog, azt úgy képzeljük, egyébként hasonlít az evolúciós algoritmusokhoz is valamilyen szinten. Tehát, hogy van mondjuk a, a, egy neurális hálózat, ami a tanító minták alapján megpróbál generálni azokhoz teljesen hasonló információkat. Ez egy ilyen generátor, és van egy másik háló, ami megpróbálja megkülönböztetni a, ezáltal a háló által generált mintákat a valódi. Tanító mintáktól. Ez a, ugye a diszkriminátorháló. Tehát a generátorháló feladata az, hogy olyan mintát generáljon, amivel félrevezeti a diszkriminátort. A diszkriminátor feladata meg, hogy hogy egyre jobb legyen abban, hogy meg tudja különböztetni a kettőt. Tehát ez egy ilyen rabló-pandúr szituációra hasonlít, és egy ilyen evolutionary arms racinghez is hasonlít. Tehát ugyanúgy, hogy meséltem, hogy az egyedek fejlődnek a populációba, az is teljesen hasonlít. Tehát a, a, a egymás tehát a két háló együttes fejlődése inspirálja a másiknak a, a fejlődését, és ezért ö, lesznek egyre jobbak. Tehát így tudnám a ganokat összefoglalni. Illetve még a, az auto encoder amiről röviden mesélnék, azt is szeretem azt a témát is valamennyire, most nyáron ö, elkezdtem ezzel ö, mélyebben foglalkozni. Tehát ott arról van szó, hogy mondjuk van egy ilyen sokdimenziós ö, térben adat, és hogy tudom besűríteni egy kisebb dimenziós térbe, tehát ez egy ilyen, egy ilyen dimenzió redukció, de úgy, hogyha azt a beszűkített látástérbeli információt újra kibővítem, akkor visszakapjam vele az eredetit, amennyire pontosan csak lehet. Tehát egy ilyen, mint egy ilyen homokorra, hogy van egy ilyen beszűkítés, és utána, tehát az egy ilyen enkóder rész, ami így enkódolja az információt, és utána az dekódolva, szupervázdá tudunk tenni ezáltal egy eredetileg szuperváznak tűnő feladatot, mint ami a dimenzióredukció, mert ugye van egy 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 felügyelt információ, hiszen az eredeti információt akarom visszakapni, nem tudom, ez így, ez így mennyire érthető. Bennem pont felismerő kérdésként, hogy az összes ilyen, ilyen mo modernebb vagy ilyen. ilyen ugye nem tudom, ügyesebb uh, ilyen modell mögött, mint a egyre inkább tényleg ez a, az a dual igazából neurális álló lenne, actor critic, mint a reinforcement learning, vagy majdnem mindig, mint a verseny, ez neked van, tehát ez a verseny, és én ezért szeretem az evolúciót, mert ott ez még nagyobb ö, ö, skálára van ö, fölrakva, és ott ugye teljesen egy ilyen, ö, és az evolúciónál is lehetnek ugye kompetitív módon, meg kooperatív módon, tehát ott is nagyon sokféle megközelítés van, ö, és akkor ez az, ami tovább vezet a, minket a multiágens témáig, illetve a intelligenciáig, illetve ennek egy része érdekel engem még, ami arra a intelligencia, az teljesen hasonlít az evolúcióshoz, arról szól, hogy, hogy hogyan tudnak ilyen ö, ö, kooperatív módon, ö, hát szintén ilyen egyedek valami optimális cselekedetet létrehozni, vagy optimális megoldást találni együttműködve. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon érdekes terület. Van ugye a data science, meg a data mining, hogy ez, ez, ez hogyan egészíti ki ugye a neurális állókat, vagy ugye mennyire szükséges ahhoz, hogy a neurális állók jól működjenek, ahhoz rengeteg adatot tudjunk bányászni. Igen, hát ezek szerintem ilyen egymásra épülő dolgok, hogy van a data engineer, van a data scientist és a machine learning engineer, egy ilyen ugye a data engineer, aki az, az adatok tárolása és megtisztítása és felel, utána talán a data scientist, aki már akár modelleket is létrehoz, akár machine learning-el átfedésbe, a machine learning engineer meg aki deployolja az egészet, tehát már az utolsó, lép utolsó láncszem ebben a a lépcsőfokban. Nyilván sok esetben nehéz eldönteni, hogy valami most data science, vagy, vagy machine learning, tehát hogy, hogy nekünk is ugye a testvértanszékünk a, a data science tanszék, tehát ezek, ezek így akkor hatékonyak, hogyha együtt dolgozik egy data engineer, egy data scientist, meg egy ML engineer, tehát ezek egyre jobban specifikálódnak most már az iparban ezek a a munkakörök. Ugye vannak ilyen nagyobb cégóriások, és akkor néhány csak megemlítenék közülük, hogy melyikről mi a véleményed, vagy melyik igazából melyik technológiában jár mondjuk elől-hátul. Mondjuk a DeepMind, a, a, az alfagóval, alfafoldal. Hát ott a, a reinforcement irány jön be, amiről beszéltünk érintőlegesen tehát ami egy viszonylag régi terület szintén az AI-ba, bár mint kiderült, ugye majdnem mindaz, tehát egy régre nyúlik vissza, tehát ez a megerősítéses irány, amivel, aminek a mély változatával, ez a mély deep reinforcement learning, amivel, amivel komoly eredményeket el tudnak érni, ez ami a, a deep mindra jellemző. Uh, van mondjuk az OpenAI a Dallival, meg a GPT-3-mal. Mennyire reális szerinted az, hogy hosszú távon tényleg csak mondjuk beírjuk, hogy milyen képet szeretnénk, beírjuk, hogy milyen, hogyan vágja meg valami a videót, stb., és ez, ez tényleg ezt, tényleg effektíven megcsinálja? Ez abszolút reális, abszolút reális, és hogy mondtam ezzel a VKI-hoz, tehát a Nero ai kipipáljuk hamarosan, tehát tényleg eljött az az idő, és ezért félek kevésbé attól, hogy most egy újabb AI Winter bekövetkezik, mert most tényleg teljesülnek talán azok az elvárások, amik, amik mondjuk az 50-es, 60-as években még koraiak voltak, és akkor még nem tudtak teljesülni. Most a mostani érában már egyre közelebb, közelebb kerülünk. Persze ugye a Strong AI-tól a General vagy az a General Intelligence-től továbbra is még messzebb vagyunk, vagy nem vagyunk annyira közel, az egy más kérdés, hogy ott mit tudunk elérni. Tesla mondjuk a full self-driving-a? Hát az önvezető téma, ez nálunk is érdekes, ugye a fő szponzorunk a Bosch miatt, ez abszolút realitás, hogy, hogy egyszer csak le fog cserélődni a a társadalom olyan szinten, hogy a emberi vezetők mind kicserélődnek önvezetőkre. Hát gondoljunk bele, hogy, hogy mennyivel hatékonyabb, akár csak az előbb említett kollektív vagy swarm -ra intelligencia módszereknél, hogy azok egymással tudnak kommunikálni, látják már 200 méterrel a körforgalom előtt, hogy be fog-e félni, vagy nem, megfelelő tempóba tud megérkezni, egyszerre el tudnak indulni a zöld lámpára, nem úgy van, mint az emberi vezetőnél, hogy aki ötödik a sorba már el se tud indulni, mert meg lesz, hanem egyszerre elindulnak. Tehát ugye ugye uh, annyival uh, jobbak lesznek, mint az emberi uh, vezetők, illetve hát ez azt is jelenti, hogy a balesetek kockázata is uh, kisebb lesz. Ugye van a Google meg a Facebook, a, ugye az egyikőjük megcsinálta végül is a tensorflow a másik meg a pytorch Igen, hát ezek a keretrendszerek, ezek, ezek fontosak, Ezeket mindenképpen jelentős lépésnek tartom, hogy ilyen keretrendszerek létrejöjjenek. Ezek mind a, az engineering oldalt, tehát a programozói oldalt, alkalmazotti oldalt segítik, mint pedig a, a kutatói oldalt is valamilyen szinten. Tehát ezek ezek azért fontosak. Az utolsó, meg talán záró kérdés, hogy melyek azok a területek, amik a közeljövőben záródó áttörések várhatóak? Igen, az egyik az önvezetés, a másik, amit ugye Japánból hoztam, még ez a, ez a robotikai vonal, ez, ez, a, ez a kettő mindenképp, az NLP egyre inkább fejlődik. Hmm. Tehát talán ezek. Az utolsó kérdés, amit felszoktunk tenni, hogy akár téged, vagy az eltétnek ugye ezt a karát hogyan lehet követni? Igen. Tehát van először is egy tanszéké oldalunk, ez az emmi.inf.elte.hu, illetve egy saját twitterünk van, ez a kukacai aláhúzás elte. Bocsáim János, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a beszélgetést. Amennyiben tetszett az adás, akkor kövessetek minket Facebookon, Instagramon, TikTokon, YouTube-on, Apple Podcasten, Google Podcasten és Spotify-on. A következő adásig meg a viszontalásra, Sziasztok!